Na, hát persze, figyelj, hát voltak ilyen elméletek, hogy a szovjetek már a Lajka kutya előtt küldtek állatokat az űrbe, például állítólag egy bálnát is, csak aztán az lezuhant, és az volt a tunguszkai meteor. Szóval, hát, hello! Na most ez csak egy ilyen gyors videó lesz, mert ezt a kis fickót szeretném nektek megmutatni. Néhányan persze ezt már láthattátok a DeviantArton, meg mondjuk én fényképeket is felraktam a Facebookra is, de most itt meg tudom mutatni több verzióba is, festetlenül. Ez itt a festetlen verzió. Akkor még az első égetés után van. Aztán itt ez a festett verzió, itt még a kiégetés előtt. És ez pedig már a kész figura. Hát itt most a kezébe ez persze csak egy ilyen mintázó szerszám, itt valami dárda vagy valami ilyesmi lesz helyette. Szép kis rasztalja van. És így néz ki. Hogy állítólag a bálnák hangja olyan rezgéseket bocsájt ki, amivel tudnak jelezni a marsra.